Sziasztok, én Nyimesik Kriszta vagyok innen Tatáról, az Aranyboltból, és egy nagyon fontos dolgot szeretnék megmutatni nektek, hogy hogyan lehet a nyakizmokat erősíteni, hogy miért is van erre szükség. Attól, hogy a fejedet előre helyezve tartod, már pedig nagyjából mindannyian így tartjuk, ezt a területet itt nagyon beszeptül, egyrészt túlnyújtó és be is feszülnek az izmok, hogy meg tudják tartani a fejemet, ami 8-9 kg. És itt ezek az izmok, amiknek dolguk lenne a fejemet a helyén tartani, ezek pedig teljesen el vannak gyengülve. Tehát ez miatt nagyon lényeges edzeni őket, megerősíteni. Lefekszel oldalfekvésbe, és az alul lévő karodat egyszerűen elbírod, hogy a vállad egy semleges helyzetbe kerüljön. Egyszerűen elviszed a füledet a vállathoz, aztán pedig fölemeled a másik vállathoz. Ezt megismétled nagyjából 15-20-szor. Figyelj, mert nagyon nehéz lesz, tehát egyáltalán nem egyszerű, és ne dolgoztass túl, de ne legyél nagyon megengedő magaddal. A következő, a gerinced meghosszabbítása a nyakad. Megnézed a matracodat, aztán megnézed a plafont. Megnézed a matracot, és megnézed a plafont. Jó, mindegyikből csinálj meg körülbelül 3x15-20-at, hogy jól elfáradjon. Most áttérünk, ezek inkább az oldalizmok voltak, áttérünk az előső nyakizmokra. Megfogsz egy üveget, vagy bármit, egy teniszlabdát, és jól beszorítod az állad alá, és egyszerűen felemeled magad, és szorítod az álladdal, és szorítod, és csak tartod. És amikor már nagyon elfáradtál, akkor visszaengeded magad. Ezt is 3-szor megismétled. A következő hasonlóan fog kinézni, rászorítasz, de csak éppen, hogy elemeled a fejedet a talajtól. Ó, tehát nincs lent a fejem, elemeltem, és szorítom, és tartom. Ezt is 3-szor megismételed. Jó, arra figyelj, hogy hangyatfekvésből mindig oldalfekvésből visszaáll. És akkor utána megcsinálod a másik oldalra is, tehát meg fogod dolgoztatni itt az izmokat, aztán itt az izmokat, majd itt az izmokat. Lehet, hogy izomlázad lesz, de ne ijedj meg tőle. Jó gyakorlást kívánok. Sziasztok!